3 napja vettem át a Rebelt, és konkrétan akárhányszor ráültem, fülig ért a szám. Facebookra és Instagramra is töltöttem fel róla képeket, és valamelyik követőm oda kommentelte, hogy fagyizós motor, és maximálisan egyetértek benne. Ezt a motort arra találták ki, és azt is szereti, szerintem, hogy egy ilyen 50-60-as tempóra ráállsz városban, és szépen egy kézzel fogod a kormányt, tartod a tempót, nézelődsz közben, és totál élvezed azt, amit éppen csinálsz. 194 centi vagyok, és ez a motor, hát kicsi, de én kényelmesen elférek rajta. Nagyon természetes a lábtartásod rajta, ez a majdnem 90 fok, ahogy ülsz rajta. Kényelmes az ülés, egyenesen tudom tartani a hátamat, maximum egy nagyon picit puposan, de még mindig vállalható. Magasan van mint a két kezed, amikor fogod a kormányt, széles a kormány, és egy nagyon jó érzés vele menni. Elvileg ugyanaz a 471 köbcentiméteres blokk található meg benne, mint a CB500 FM-ben, azonban valamennyire áthangolták, másfél kilowattal gyengébb. Azonban én ezt valahogy nem tudom, nem vettem észre. Próbáltunk 0-ról 100-ra gyorsulni mind a két motorra a fej-fej mellett. Szerintetek melyik győzött? A Rebel. Úgy ott hagyja a CB500 F-et, mint annak a rendje. És én meg csak így pislogtam, hogy hello, ez egy cruiser. Nekem meg azért mégis egy naked, hogy tetszen a Grammar Nazi embereknek. Egy naked motorom van. És gondoltam, hát az biztos ott hagyja, hát és egy cruiser nehogy már legyorsulja, de legyorsulja. Úgyhogy ennyit belenyúltak az áttételekbe, hogy 100 alatt nagyon-nagyon fürge, azonban autóbánon teszteltem, hogy 140 környékén elfogy. Ez a motor tényleg azt szereti, hogy nyugodt tempóval mész vele, nevéből adódóan cruzolsz a városban, és mindenki megnéz. Ismét azt vettem észre, hogy az előző tesztnél is, hogy ha ketten mentünk, ugye a CB500 F-vel és a Rebellel, a CB-re felfigyelnek, mert a mai napig ugye rettenetesen hangos, és a Rebelt nézik meg. Nagyon szép ez a motor, ritkán látnak ilyen érdekes motort, mert ugye a sportmotor, a naked az sokkal nagyobb többségben van, mint mondjuk a cruiser, esetleg a chopper. A műszer egysége rettenetesen minimalista. Nincs fordulatszámmérőnk, nincs fokozatkijelzőnk. Tudjuk, hogy mennyivel megyünk, tudjuk, mennyi benzinünk van, mennyi kilométert tettünk meg, van 2 napi számlálunk, 1 óránk, meg tudjuk változtatni, hogy mennyire világítson a kijelző. Ennyi. Igazából ezért tanulóknak szerintem nagyon nem lehet ezt a motort ajánlani, aki esetleg mondjuk A2-vel szeretne kezdeni, mivel tanulmányaink előtt és közben ugye sokan figyelnek a fordulatszámra, és az alapján váltanak. Itt csak a füledre tudsz hallgatkozni. Nem tudod hányasba vagy. Én megtanultam a CB500 F-nél, hogy ha 90-nel megyek, és 4400 környékén forog, akkor 6-osban vagyok. Itt ezt nem tudom, aránylag halk a kipufogó, jól szól, viszont halk, és nagyon nem lehet ugye ezáltal hallani bizonyos hangokat, így néha keresem a 6. után is a további gangokat, viszont nincs. Érdekesség, hogy elől, mint helyzetjelző, funkcionál mind a 2 index, és folyamatosan egy ilyen halvány módban világítanak. Amikor pedig indexelsz, akkor sokkal fényesebben. Van a motoron hátsülés, azonban ezt senkinek sem ajánljuk, hogy kipróbálja, mert elég durván kényelmetlen. Ez egy személyes motor. Szerintem így konkrétan az ülés azért van rajta, hogyha nagyon muszáj XY-t A-ból B-be gyorsan elvinni, akkor ez megoldható legyen. Többiekkel megállapítottuk, hogy ennek a motornak nincs futóműve, a legkisebb úthibákat annyira átadja, hogy az valami elképesztő, főleg, hogy most mentem át a vasúti sineken. És
van egy olyan érzésem, hogy ezt a motort, ezt útra tervezték. Ugye árulják Amerikában a 300-as kistesójával együtt, és akkor mész hát a sivatagon, azon a jó hosszú egyenes utom, tükör sima gondolom, akkor nagyon szépen el tudsz motorozgatni. Magyarországon hát ez már ilyen ugrálósabb. Egyébként egy 90-100-as utazó tempó még bőven megfelel neki. 130 környékén hát valami oknál fogva eléggé labilis lesz már a motor, és nem tűnik annyira biztonságosnak. De valljuk be, hogy nem erre találták ki. Na, de mi a végszó? Nekem nagyon tetszik ez a motor. Most őszintén megmondom, Honda Magyarország léci. Ezt a motort odaadnátok nekem örökbe. Így második számúnak. Én lennék a legboldogabb motovlogger az országban, az biztos. Mert nagyon tetszik. Nagyon jó kis motor, és így fülig ér a szám, komolyan mondom, amikor megyek vele. Mindenki megnéz, úgyhogy ez eddig a kedvencem az 500-asom után. Úgyhogy srácok, ha tetszett a teszt, akkor nyomjatok rá a like-ra, írjátok le a véleményeteket kommentben. Én Hollywood Honda voltam, sziasztok!